Mától birtokba vehetik a látogatók a városi jégpályát. A régóta várt csarnokot ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményt Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nyitotta meg. Ez egy történelmi pillanat, sokszor vagyunk úgy, hogy valamire várunk hosszú-hosszú idő óta, és akkor vagyunk hinni, kell egy idő, míg feldolgozzuk, hogy megvalósul. Ez a városi jégpálya Nyíregyházán ilyen. Köszöntő beszédet mondott Kósa Lajos tárca nélküli miniszter, aki már nagyon várja, hogy a jégen is összecsaphasson Nyíregyháza és Debrecen. Azért örülök nagyon, mert alig vártam már, hogy végre Nyíregyházán is legyen egy pálya, és ne csak a futballban, hanem a jégkorongban is legyen már egy rendes Debrecen-Nyíregyháza meccs. Úgyhogy kedves Nyíregyháza reszkesetek, legyünk! Meglepetés vendégként Tóth Ivettől láthattunk bemutatót. A műkorcsolyázó ugyan érmet nem szerzett a téli olimpián, mégis a közönség egyik kedvence lett, köszönhetően a bőruhában AC/DC-re bemutatott rövid programjának. A rockerkor is bemutató után a szabolcsi solymok vették birtokba a pályát, majd a Debreceni Jégkarc Egyesület vonta magára a közönség figyelmét. Az átadó végén Kósa Lajos, aki maga is jégkorongozik, korcsolyát húzott és letesztelte az új pálya jegét. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövesd Facebook és Instagram oldalunkat.